A telefonnál Nagy Mihály, a Stanford Globálnak a vezetője, a témánk pedig Human Asset, vagy egy kicsit magyarosabban lefordítva ezt, emberi erőforrás menedzsment. Általában évente rendeznek egy nagy tanácskozást ezzel kapcsolatban, hogy mik a legújabb trendek a humán erőforrás kezelés terén. Magyarországon egy kicsit, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül helyén van kezelve ez a terület. Azt gondolja szerintem az átlagember, hogy egy kicsit olyan, hát hogy mondjam, munkaerő alkalmazás, pedig azért gondolom a Human Asset, az emberi erőforrás kezelés egy kicsit azért ennél több. Mi az idei esztendőre a várakozásuk Magyarországon? Mennyire lehet, hogy mondjam, átalakulóban majd ez a szegmense a gazdaságnak? Hogy látja most így évelején? A Human Asset rendezvénye az volt a célunk, hogy olyan európai és világszínvonalú előadókat hozzunk ide, mind a üzleti élet vonalából, mind a vezető gondolkodó vonalából, akik igazán az előremutató trendeket tudják megjósolni. Mindenképpen megfigyelhető, hogy az emberi erőforrást már nem erőforrásnak tekintik, ami tulajdonképpen egy ilyen ipari forradalom idejéről visszamaradt szó, hanem assetnek, ami egyfajta tőkét takar, amibe befektetve hosszú távú megtérülés várható. Ezért a leginkább megfigyelhető trend, hogy a HR már nem csak az emberek felvételével és tréninggel foglalkozik, hanem egyre inkább a tehetségmenedzselés és egyre inkább az üzlettel harmonikusan együtt dolgozva, annak érdekében működnek közre és működnek együtt, hogy az üzleti sikert az emberek emberi tőke kihasználásával megfelelő befektetésével érjék el. Mi az alapvető különbség mondjuk egy 10 évvel ezelőtti HR-es munkakörhöz vagy felfogáshoz képest a jelenlegivel, mert tényleg egy kicsit az embernek az az érzés, hogy itthon ez a munkaerőfelvétel, hát akkor mennyi ember kell bizonyos területre címmel keverik ezt a dolgot, pedig azért ennél ezt gondolom valamivel több. Elsősorban, amikor emberi erőforrást keres egy cég, akkor mostanság mit néz? Hála Istennek Magyarországon is egy nagyon sok pozitív trend található, különösen a úgymond blue chip cégek körül, azért a Telekomnál, a MOL-nál, az OTP-nél, a Vodafone-nál igen komoly szakmai munka folyik, ahol már az emberre, mint tehetségre tekintenek. A legnagyobb különbség, hogy a kérdés első felére válaszoljak, az, hogy még régebben talán a tehetség szó az azon kevés emberek, kevés munkaerő privilégium volt, akiből a jövő vezetői válnak ki. Most már a vezető gondolkodás az, hogy tehetség, mindenki megvan a tehetsége, és a mi feladatunk az, mint cégnek, mint cégvezetőknek, hogy rájöjjünk arra, hogy az adott munkavállalónak mi az a tehetség, és azt hogyan tudjuk legjobban kiaknázni annak érdekében, hogy a cég és a munkavállaló is sikeres legyen. Jelentős elmozdulás történt, úgymond az élet és a munka kiegyensúlyozása érdekében, tehát most már, mivel egyre kevesebb tehetség van, egyre inkább a munkaerőforrás előtérbe kerül, ezért az élet és a munka, a work-life balance az egy nagyon fontos téma lett most már a cégek életében, hogy mindenképpen próbálnak olyan munkát és olyan munka lehetőséget biztosítani, ahol a munkavállaló meg tudja valósítani önmagát, személyes ambíciót is ki tudja élni, mind a mellett természetesen az üzleti érdekeit előtérbe is figyelembe véve. Ez a work-life balance, tehát az a gondolom munka, illetve élete egyensúly, talán illet kicsit lefordítani, ez mennyire hosszú távú szemlélet most már a cégek körében, mert gyakran érzékeljük azt, hogy nem feltétlenül vezetői poszton, hanem egyszerűen munkaposzton, aki oda van rakva, kedvetlen, nem feltétlenül olyan felfogása van a saját munkája, a saját feladatai terén, mint amire szükség lenne. Ezt hogy próbálják rendbe tenni HR-esként? Elsősorban szeretném talán azt kihangsúlyozni, ez nem csak a HR feladata. Én azt hiszem, hogy a munkavállalóknak ugyanolyan felelősségük van abban, hogy mennyire valósítja meg önmagát, mennyire érzi magát jól egy adott cégben, és mennyire hajlandó képes változni. Nagyon sokszor, és szerintem ez még egy visszamaradt, nem helyes ilyet mondani, de tényleg egy Magyarországon visszamaradt szemlélet, ahol a munkavállalók elvárják a gondoskodást ahelyett, hogy a maguk kezébe vennék a kezdeményezést, és gondoskodnának saját magukról olyan szempontból, hogy tényleg megtalálom én az értéket a munkámban, tényleg úgy érzem, én, hogy meg tudom valósítani magamat. Tehát egyik oldalról hogy nagyon fontos szerepe kihangsúlyozni az, hogy a munkavállalóknak is szerepük van abban, hogy ők mennyire tudják önmagukat megvalósítani a munkahelyen. Hosszú távon nézve viszont mindenképpen azt látom, és igazából nem régen, most 2012 elején készítettünk egy felmérést, 2011 végén, 2012 elején a Talent for Tomorrow címmel, ami a jövő tehetség menedzserésére vonatkozik, és az mindenképpen világosan kirajzolódik, hogy a tehetség témája, a tehetség menedzserés témája az egy nagyon népszerű, növekedő téma, egyre inkább előtérbe kerül, és minden HR-es kollega úgy érzi, hogy a harc a tehetségre a piacon, cégek között, ez jelentősen fog fokozódni a következő 3-5 évben. Mit is jelent ez a munkavállalóknak? Minél inkább olyan munkát tudok nyújtani a tehetségeknek, ahol ők megvalósítják önmagukat azon túl, hogy értéket teremtenek a cég számára, valószínűleg akkor ők nálam fognak hosszabb távon elhelyezkedni, ahelyett, hogy egy másik munkaadóhoz szerződnének. Ha nem is nagy, de mondjuk közepes vállalkozásoknál van elegendő anyagi forrás a
tehetséges munkaerő megtartására, vagy ne adj Isten átcipkázására? Ez egy remek kérdés, és a legfontosabb válasz az, hogy nem csak a pénzen múlik. Sőt, különösen, hogyha a legfrissebb kutatásokat vesszük figyelembe, az Y generáció, vagy az X generáció, az úgynevezett net generáció körében mért kutatásokat olvassuk és vesszük figyelembe. A pénz nem az első számú motiváló eszköz abban, hogy egy munkavállaló ott marad egy cégnél, vagy pedig munkahelyet vált. Nagyon fontos elsősorban a közvetlen vezetővel való kapcsolat, a fontos, a pontos és időben érkezett visszajelzés, a közös célok meghatározása, a fejlődés, tanulás lehetőség biztosítása, ami nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy elküldöm drága tréningkurzusokra vagy konferenciákra, hanem a munka mellett az on the job coaching és a visszajelzés az, ami elsősorban fontos, és ami igazából az elkötelezettséget növeli. Hát természetesen az anyagiakra is szükség, most kell egy olyan anyagi biztonságot nyújtani, ami a munkavállaló számára egy elfogadható anyagbiztonság, de nem a pénz az első számú motiváló eszköz. Mérhető, hogyha egy amellett, hogy tehetséges, de önmegvalósításban előrébb tartó munkaerővel dolgozik egy cég, vagy hogyha mondjuk csak úgy megbízható katonákat alkalmaz? Erre nagyon sok világon, nagyon sok research és mérés történt. Három kategóriában, hogy például nem régen olvastam az Aberdeen nevű cégnek az egyik kutatását, erről három kategória mérték a elkötelezett és a tehetségmenedzselő, azon munkahelyeket, ahol az elkötelezettség magas és a tehetség is jól menedzselik, a vezetők, a középszintű és a lemaradó cégek között, ahogyan ők teljesítenek éves szinten. És egyértelműen látszik, hogy ahol a tehetségre és az elkötelezettségre nagy hangsúlyt fektetnek, azon cégek magasan jobban teljesítenek árbevétel szinten, profitabilitás szinten, a munkavállalók megtartása terén. Magyarországon mire számít a következő időszakban ezen a téren, HR területen? Egyértelműen, hogy itt lehet mondjuk az anyagilag kevésbé tehetősebb cégek számára a kiugrás, tehát hogy úgymond a szürke állományt alapozzák meg keményen? Én azt gondolom, hogy ilyen Magyarországon nagyon sok tehetség van. Sajnos azért elég nehéz helyzetben vagyunk a mostani gazdasági helyzetet figyelembe véve, de én hiszem azt, hogy a megfelelő modern HR gyakorlatok alkalmazásából lesz lehetőség arra, hogy kihasználjuk a bennünk rejlő, a magyarokban rejlő tehetségeket, és végül is mind az ország, mind a cégek gyarapodása érdekében munkába állítsuk ezt a szürke állományt. Nagy Mihályt, a Stanford Globalnak a cégvezetőit hallották, köszönöm, hogy a rendelkezésre. Köszönöm én is, minden jó.